Tisztelt elnök úr, kedves kollégák, nagyon szépen köszönöm a, a lehetőséget, hogy itt lehetek és beszéltek önökhöz a Hadik című filmhez. talán nem titok önök előtt, hogy ehhez a produkcióhoz jó magamnak is van némi közem, és a filmesek megtalálják a módját annak, az ember teljesen kész tények elé állítsák. Tehát ez, ez Hiába, hiába él az ember, hogy úgy mondjam, hiába protestál bizonyos dolgok ellen, amikor közlik, hogy hát sajnos egyenes német, vagy hát nyugati típusú spádét, vagy kardot nem hoztunk ki a forgatásra, akkor onnantól keze vége a, a lehetőségeknek a, a, a tiltakozásra. Ugye Hadik Andrásról lesz szó, akiről készült ez a, ez a film, ha jól emlékszem, tavaly, tavaly mutatták be, és hát talán fölmerülhet a, a kérdés az, hogy miért pont ő, és miért pont róla készítettek filmet. Nyilvánvalóan huszár, egy huszárhőst kerestek a, a, a talán az alkotói szándék az volt, hogy egy magyar katonahőst, egy magyar huszárhőst jelenítsünk meg a, a Nagyon röviden szeretnék Hadikról beszélni, hogy mégis, mégis mit, mit kell róla tudni. Hadik András 1710 körül született, azért körül, mert lehetséges, hogy 1711-ben. Valahol a Csalóköz közvidékén látta meg a napvilágot, az édesapja katona volt, huszártiszt. Maga a család egyébként rencséni eredetű, és az ősei közt, Hadik ősei közt számos evangélikus lelkészt találunk, később a család azonban katolizált. Tehát ő egy, egy katona gyerek volt, és az 1730-as években belépett a császári király hadseregbe, huszár zászlósként, és igen gyorsan haladt a ranglétrán, és ő részt vett a török 1930 as években a, török, a bal sikerű török háborúban, ahol igen kiváló teljesítmény nyújtottan itt figyeltek fel rá előjárói, és hát ugye én hadik, volt szerencsém hadik iratait a nemrégiben sajtó alá rendezni, és ő ebben egy kiváló stílusban írja le természetesen németül, hát szolgáltatta a török háború alatt, és nekem ő annyira szívesen írt hadik, és annyira jó dolgokat, hogy nekem először nem is a film műfaja jutott az eszembe, hanem megmondom őszintén a képregény. Tehát ugye, amit ugye gyerekkorunkban olvasgattunk, ugye órád Ernők és a többiek kiváló rajzaival, tehát ő annyira, annyira kiválóan és vizuálisan bemutatta a török háború eseményeit, hogy nekem akkor az volt az első gondolat, hogy egy barom jó képregényt lehetne ebből rajzolni. Visszakanyarodva a pályájára, ugye a osztrák örökösödési háború idején a tábornok, egyik a hadsereg leg, legifjabb tábornokainak, először egy lovaslandának parancsol, aztán természetesen egy huszárhadosztálynak, és végül itt jutunk el a 7 éves háborúhoz, ahol altábornagyként egy könnyű hadosztály parancsnoka, és így kapja azt a feladatot, hogy végrehajtsa a berlini, berlini hát hadműveletet, ahol egyébként természetesen nem ér véget az ő karrierje, csak ez már ugye kevéssé ismert, hiszen utána a 7 éves háborúban ő még egy hadsereg, egészen hadseregparancsnoki beosztáshoz is jut, és hát nyilván a, a legfontosabb pozíciója az 1774 es az udvari haditanács elnöke, tehát kvázi a monarhiának a, a hadügyminisztere. Nemrég hívta fel valaki arra a figyelmemet, hogy például a dualizmus alatt nem volt közös a magyar hadügyminiszter, nem volt. Tehát ez egy, ez egy tényleg egy páratlan, páratlan karrier a részéről. Egyébként volt még egy magyar haditanácsi elnök, Gyula Ignáz, de ő alig fél év után igen idősen elhonyt. És egyébként Hadiknak vannak politikai beosztásai is, Erdély kormányzója 1761 és 68 között, Galícia katonai és polgári kormányzója a rövid ideig. Tehát ez egy káprázatos karrier, úgymond magyar létére, bár ez Mária Teréziánál és II. Józsefnél korán sem biztos, hogy ez egy órián óriási hátrányt jelentett ugye, a közgondolkodás ellenére. Egy rendkívül képzett, szorgalmas ember, és egyébként pályafutását nem annak köszönheti, hogy egy, egy bátor huszár, aki a kardját, és mindenkit lekaszabol, és, és óriási harctéri sikerei vannak, hanem egy rendkívül képzett ember, rendkívül szorgalmas ember, és, és hát legyen szabad meg, megjegyezni, hogy egy igazi bürokrata. Tehát ő egy hatalmas hivatalt visz, és óriási irathagyaték maradt utána, tehát ő, ő leült a fenekére reggel nyolckor, és egészen este tízi körmölt. Tehát, hogy, hogy egy páratlanul egy, egy, egy szorgalmas emberről van szó, ami egy érdekes feszültséget idéz elő, ugye a huszárhős és a, a szorgalmas bürokrata össze, ez nehezen tudjuk elképzelni ezt egy emberben, de mégis így volt. Ugye az 1711 és 1848 közötti időszak az nem egy hálás időszak a magyar nemzeti gondolkodásban, nemzeti hagyományban. Itt nagyon számtalan kiváló magyar katona volt, ugye Krajpát, Nádasdit és a többieket, Alvinci Józsefet lehet említeni. Az ő, hát az ő sorsuk ugye szinte a teljes feledés lett. Viszont ugye Hadiknak ugye utca lett elnevezve róla Budapesten, Hadik kávéház, Hadik laktonya, tehát az ő emlékezetét azonban eléggé sikerült megőrizni, annak ellenére, hogy 1945 után nyilván ő is valamilyen szinten ki lett törölve. Nagyon érdekes dolog, hogy az ő lovasszobra, ugye, ami a várban áll, vastag György kiváló alkotása, az ugye a háborúban nagyon komoly sérüléseket szenvedett az ostrom során, és amikor az 40-es évek végén, 50-es évek legelején áll, áll, hát állították helyre, és akkor egy rövid hír, a, ugye az árkanumnak hála ezeket meg lehet találni, tehát tényleg óriási dolgokat lehet a, az árkanum, erre kiváló, hogy az ilyen apróságokat megtalálja az ember. Ugye hadig szobrát úgy állították helyre, hogy a, a hivatal a tanácsnak, vagy nem tudom melyik helyi szervnek, ugye, azt, ugye az volt a, ahogy mondjam, az ideológia, hogy ő Rákóczi egyik kiváló tábornoka. Hadik András, tehát valahogy, ké, valahogy a, 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 kéntenek voltak egy kicsit az illetékesek erre felé vinni az irányt, hogy mert azért, azért úgy már jó lesz, hát úgy már jó lesz, úgy már, úgy már helyre lehet állítani ezt a szobrot, és nem kell elbontani esetleg, mert még elképzelhető, hogy az is felmerült volna. Tehát van egy hadikunk, tehát amik, csak most magam elé, próbálom magam elé képzelni a forgatókönyvírónak a helyzetét. Ugye kell egy hadikfilm, 2020-19 körül járunk, Berlin, Kesztyű, Huszárok. Tehát vannak ilyen hívó szavak, és akkor ez a derék forgatókönyvíró, vagy a stáb, vagy aki, aki, akik ezt csinálták, fölüti mondjuk Markó életrajzát, és akkor gyorsan rájön, hogy itt egy óriási problémákkal szembesül, mint hogyha egy olyan problémamentes filmet akar csinálni, mondjuk egy 48-as tábornokról, vagy 48-as hősről, vagy Rákóczi egyik vitézéről, vagy, vagy én nem tudom melyik, vagy esetleg a középkor, vagy a, meg a is egy viszonylag hálás dolog. Itt viszont nagyon sok probléma van hadikkal, úgymond. Tehát hadikból magyar hőst faragni azért nem egy, szerintem nem egy problémamentes dolog. Ő egy multietnikus birodalomnak volt a tábornoka, ugye hát Bécsben fejtettek hivatali működése nagy részét. Félrejtés nem esik, nem a magyarságát vonom kétségbe, csak itt párhuzamos identitásokról van szó, amit azért nagyon nehéz egy ilyen fekete-fehér hát, történelmi filmben, vagy történelmi játékfilmen érzékeltetni. Ugye minden, minden, meg, minden, követ megmozgat, hogy a birodalmi gróf legyen, Bécs mellett vesz házat, jó nyilván a hivatali élet miatt erre szüksége volt. Amit azonban kijelentettünk, hogy semmiképpen sem a szlovák identitása, északi szomszédai minden szimpatikus erőködése ellenére sem, erre semmilyen jel nem mutat. Most lehet, hogy ő tudott szlovákul, vagy tótó pár szót, lehet, hogy az ősei szlovákok voltak, de a szlovák identitást azt, 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 szerintem semmiképpen sem lehet ráhúzni, a legnagyobb jó vagy, vagy buzgósággal sem. A másik probléma hadika, hogyha ránézünk, ugye hozhattam volna a prezentációt, pontosan ezt érzékelt, vagy egy 40-es pocakos tábornokról van szó, ő soha sem volt egy dalia, kiváló lovastiszt volt, ez nyilván ez nem tartotta őt vissza, de hát mondjuk Triozsolc szerintem nem volt egy rossz választás egyébként, tehát ő azért azért, azért szerintem ezt a, ezt a még belefér ebbe a, a, képbe. Tehát a hős archetípusa, ugye, amit, amit, szeretnénk megteremteni, tehát azt, aki, aki lovagol, kardozik, nőzik, stb., az, az azért hadik, hadik se, sem a fizikai adottságaival, sem a pozíciójával, a Berlin expedíció idején elfoglalt beosztásával, pozíciójával nehezen hát, összeegyeztethető. És ugye mit mutassunk be? Tehát a fősnek harcolnia kell, lovagolnia kell, csajoznia kell, bocsánat, hát akkor vadányi. Tehát ugye vadányit hozták elő, a, ugye, mint aki egy kiváló, kiváló költő, aki, aki, tényleg egyébként egy óriási, és egy, egy, egy nagyon érdekes, hogy egyébként a berlini expedíció, vagy a Gvadányi József is részt vett, és a, a, a Jászkun uh, uh, huszárok uh, parancsokkal is részt most hirtelen nem teszem már Tehát két, a 18. század közepi két jelentős költőnk részt vett ebbe a, a, a berlini, uh, berlini, vállalkozásban. Ugye Molnár Áron alakításában szerintem Gvadányi uh, egy, 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 viszonylag jó teljesen fiktív, nyilvánvalóan egy jó figura volt, amit én nagyon sajnálok, hogy esetleg a a kezébe vette volna Vadányi József Rontó című elbeszélő költeményét. A olyan hihetetlen sztorik vannak, hogy azt, ha azt megfilmesítik, akkor ez egy az, egy, az, egy, nemzeti eposz lett volna, igaz, a huszárok egy kicsit csirkefogók, egy kicsit dezertálnak, meg egy kicsit fosztogatnak, de, de nagyon színes, tehát egy hihetetlen színes sztori, és például hogy Vadányi József később huszár ezredesként egy szabályos magánháborút vív egy Kleist nevi porosz szabadcsapattal, tehát hogy ő, ők ott Tornek borsót alá egymás orra alá, ahol csinálják, tehát ez is egy fantasztikus ötlet lett volna szerintem, de hát nyilván itt, itt vannak olyan sínek, amik előre le vannak fektetve, és amikről nem lehet eltérni. A másik probléma a 18. század közepével, ez a vonatkozás szerint ez a vonatkozási pontok hiánya, ugye mi az állam nemzetekben élünk, nemzetállamokban, ami a 18. századát baromira nem jellemző, tehát mondjuk egy, próbáljuk meg egy, tizány, egy, egy, mai filmnéz, nézőnek érzékeltetni mondjuk a német-római birodalom finomságait, vagy esetleg a, a Habsburg monarchia működését és közjogi viszonyait, de elég az hozzá, hogy például Nagy Frigyessel a német nemzeti tudat volt borzasztó gondban, hiszen ő a, a, egy, egy hérosz, egy kikerülhetetlen figura, ugye a Poroszország felemelője, ugye a német egységnek a, csak hát ez a hérosz az a baj, hogy ez, ez, utálta a németeket, utálta a német kultúrát, utálta a német nyelvet, igyekezett franciául beszélni, ahogy csak tudott, és nagyon kínos dolgokat lehet még, még róla sorolni, ugye mi nagyon nehezen illik el, akár csak a német kultúrába És Ez a 18. század egy probléma, problématikus problematikus időszak ilyen szempontból. Tehát egy abszolút dinasztikus gondolkodás van, amiben a mai nemzeti keretek nagyon nehezen, nagyon nehezen fér el. Ugye vannak dolgok, amiket a film viszonylag szerintem elegánsan oldott meg, ugye inkább Mária Terézia és a magyarság meghitt viszonyára próbálta ugye kihegyezni a dolgot, ami, ami, ami tulajdonképpen egy jó, egy, egy jó, megoldás volt. Vannak dolgok, amik szerintem, szerintem a, a vannak a leegyszerűsítések, amiket szerintem egy történeti kalandfilmben, mert szerintem ez inkább a kalandfilm felé csúszik a hadik, tehát kevésbé ugye nagyon jó volt az első aláadás, az a kategorizálás, ez szerintem nagyon adekvát erre is próbáltak időnként a realisztikusabb, komorabb irány, irányba, komorabb képet rajzolni a csatajánatok, például kifejezetten véresek, de, vagy inkább harci jeleneteket mondanék, de uh, alapvetően ez egy kalandfilm, alapvetően ez egy kalandfilm, és, és, ebbe talán egy ennyi egyszerűsítés belefér, mondjuk, hogy Bécsből indulnak el a vállalkozásra. Hát nyilván, hogyha azt mondják, hogy Elsterverdából indultak, akkor ez hát valószínűleg nem, nem sok, nem emberbe kelt különféle rezonanciákat. Tehát Bécsből kellett indulni, Nyilvánvaló, nyilvánvaló a, a, az egyszerűsítés és a, 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 a csúsztatás, de mondjuk talán ennyi, egy kalandfilmbe ennyi belefér. Még az jutott eszembe, amit rögtön az elején akartam elmondani, hogy ez nem az első hadik film. Az 1970-es években a, a, a német DDR filmgyártása már próbálkozott egy hadik filmmel, és el is készült az 1970-es évben Iklódi István főszereplésével, ő volt Hadik, a Hadik in Berlin című film amihez képest ez a, a, magyar hadik film egy kínosan precíz dokumentumfilm, tehát ott semmiféle történeti hűségnek semmiféle, tehát ott arról szól, hogy tized néhány magyar huszár Berlinbe téved, és különféle szerelmi kalandokba bonyolódik, és akkor a végén, a végén mindenki énekel, tehát ez teljesen, az, az, egy teljesen, egy abszolút, abszolút, egy abszolút, ennek a korszaknak a, vígjáték, a, a, vígjátéki elemeit, a vígjátéki potenciáját kiemelve, tehát ez kicsit ezt a rokókós könnyedséggel, kezeli a történeti, a történeti tényeket. És ugye ott abszolút a szocialista testvériség, tehát hogy a végén a magyar huszárok és a, a, poroszok a, a teljes, teljes, mértékben, tehát ahogy mondjam, a, 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 az, az uralkodó ez osztály ellen végén összefognak a, a, az, az, elnyomottak. Tehát ez egy abszolút, de semmiféle, tehát szerintem ez az a film, tipikus az a film, mindenki igyekszik elfelejteni utána is. És különösebb, hát hát, következménye nem lett. Mit tehet a történész szakértő, hogyha egy ilyen történeti kalandfilmbe ö, bonyolódik? Hát ö, először is megpróbálja menteni a menthetőt, tehát megpróbálja azokat a dolgokat kivenni, amik, ahogy, az, ahogy aztán szintén Gyula mondta, hogy ha egyszerűen van a, 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 korabeli dolog, vagy a korabeli valóság, vagy a történeti, vagy a felé közelítő, még filmászon is jobban mutatna mint amit a filmesek kitalálnak, akkor erre az ember igyekszik rámutatni. És azt kell mondjam, hogy azért vannak, tehát kis, kis győzelmeket az ember azért arathat. Én előre bocsájtom, hogy történés szakértőként szerepeltem ebbe a filmet, tehát nem a felszerelésekért, és nem az egyéb egyenruhákért, fegyverekért, ezekért. Ezek miatt, tehát arra ugye volt, voltak más szakemberek is, abban ebben én nem, nem nyilvánítanék véleményt, hogy azok mennyire voltak, hitelesek, és ugyanakkor a történész szakértő maga is nagyon sokat tanulhat ebből. Tehát feljönnek olyan problémák, egy hadsereg, és egy, általában egy társadalom, vagy bármilyen hit, tehát a, amit egy, ami egy filmesnek nyilván be akar mutatni, egy történet meg soha, soha nem gondolom rá, hogy ez valahol foglalkozni kéne. Például az, a, az a, probléma, ugye, hogy abban az időszakban tisztelektek-e vagy sem. Tehát ez egy átmeneti korszak, a szabályzatok a fegyverrel való tisztelgést leírják aprólékosan azt, hogy most, a, de maguk a huszárok, hogy tisztelektek létezette, vagy csak mindenki csak, hát valószínűleg ugyanaz lehetett, mint a gránátos üveggel, hogy nyilván nem vették le, csak már csak a kezüket oda emelték, tehát ebből e, ugye tudjuk így alakult ki. Tehát számtalan olyan probléma van, aminek a történés szakértőnek nagyon keményen utána kell menni, és bele kell esetleg magát ásni olyan területekbe, amire egyébként nem gondolna sohasem, hogy szükség lehet erre. Amit én rögtön láttam, ugye, hogy itt a tört a film készítők azok ilyen plotokat, tehát szerettek volna konfliktusokat elrejteni, beépíteni, amik esetleg nem voltak valósak. Voltak viszont olyan dolgok, amiket amúgy Szerbelóni és Hadik tényleg borzasztan utálták, mert Szerbelóni egy valós figura volt, tényleg volt furás, tényleg elérte Hadik leváltását, tehát ez, ez az ezt viszont látjuk a filmben nyilván teljesen más körülmények között, mint ahogy az ahogy ezt a valóságban történt, de ugye e, körülbelül, e, körülbelül a, a, a nevek és a konfliktus az legalább az a helyén volt. Ami, ami nyilván probléma lehetett, maga a berlini hadművelet, hiszen ott az történt, hogy Hadik ezt nagyon jól kitalálta, hogy ne történjen semmi, hogy nem is történt semmi. Tehát a berlini az odaút és a visszaút, az alatt az, hogy mennek a festői szépségű, hát homokos barandenburgi síkságon, az az valljuk be, az mondjuk valóban nem egy filmászóra. A Berlin az nagyon érdekes volt, az az egy nap Berlinben az borzasztó érdekes volt, de az vezető út meg a visszafelé út az, hogy mondjuk maximum az, hogy baromi gyorsan kell menni egy-két napig. De hát egyébként az, ott, ott kellett valami, tehát ott egy, egy, hegyi átkelést álmodott be a, a, a forgatókönyvíró, ugye a, ott ugye a tüzér, hogy hogyan szerezünk ágyút, hogyan szerezünk tüzért. Ez még, még adott esetben nem is lenne, nem is lett volna túl, hogy mondjam, rossz ötlet egyébként, mint filmes, nyilván, mint, mint filmes ötlet, mint forgatókönyvi ötlet nem is, nem is volt rossz, rossz megoldás. De hát ezt az ember szerintem tudomásul kell, hogy vegye, hogy kell valami. Tehát, tehát Nem lehet úgy eljutni Berlin alá, hogy ne történjen semmi, és nem lehet úgy onnan elmenni. És amit, amit még szerintem nagyon fontos ebbe, és amiről később lesz egy külön, külön előadás, hogy a hagyományőrzők, tehát akik a szerepe, azok, akik tényleg ezt az életüket, a hobbiukat, a szabadidejüket beleteszik ebbe egy, egy történeti korszakba, hogy azok hihetetlen rengeteget tudnak segíteni egy ilyen alkotást, hogyha megfelelő embereket megtalálják a filmesek, akik ugye vannak a -e nőrültek, hogy a saját szabadidejükből és a saját zsebükből foglalkoznak ezzel a korszakkal, hiszen ők szembesülnek olyan problémával, ami történés szakértő nem szembesül. Én soha értem, mert nem, nem lovagoltam 10-20 kilométereket, nem, nem vettem részt ilyen dolgban. A hagyományőrzők meg azért az, hogy ezt átélik, és a saját bőrükön érzik, és, és, tényleg táboroznak, és tényleg ilyen, igyekeznek ilyen körülmények közt élni, ők nyilván nagyon-nagyon nagy segítséget jelentenek ezekben a a filmes problémáknak a, a, a megoldásában, már persze, hogyha van erre fogadókészség és igazi e, igényesség. Egyébként a film fogadtatása, én azt gondolom, hogy, hogy mondjuk úgy, hogy vegyes volt, de azt gondolom, hogy inkább pozitív. Tehát van ritmusa, van eleje, van vége, Senkinek se, a meg, senkinek se a meghatározó filmé nem ez lesz, de azért szerintem tipikusan az egyszer megnézhető kalandfilm kategóriája. A huszár feeling, a huszár étosz szerintem abból azért valamennyi, valamennyi átjön, a lendület, a, a bátorság, a, a kaland, tehát a, a, hogy mondjam, amit az ember a huszárhoz párosít, tehát valami célt azért, azért elért a elért a film, ami nekem nagyon nem tetszett, nyilván a harci enetek, csata enetek, ezek szerintem nagyon hollywoodi, nagyon a hollywoodi irányt, hát hogy mondjam, erőltették. Pedig én azt gondolom, hogy esetleg azt bemutatták volna valós, vagy arra törekedtek volna, akkor esetleg még talán érdekesebb is lett volna. Talán a néző ennyire nem, hogy úgy mondjam, igénytel, hogy minden állam mondjuk Marvel filmes megoldásokat akar látni egy, egy lovassági közelharcban, ami szerintem maga is elég véres tudott lenni, és elég látványos ahhoz, hogy ne kelljen ilyen bődületes túlzásokat belevinni. Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget még egyszer.